Az első félidőben is hibáztunk, de a második játékrész első 10 perce döntőnek bizonyult, amikor jó védekezésből könnyű kontragólokat szerzett sorozatban a Barcelona, végül ez pecsételte meg a sorsunkat. Jó érzés volt visszatérni, nem számítottam arra, hogy ennyi játékpercet fogok kapni, kicsit féltem tőle, hogy nem fogom bírni, főleg erőlétileg. És sokkal jobb volt, mint amire számítottam, ugye úgy hoztam mérkőzés, hogy többet kellett játszanom. Kicsit csalódottak vagyunk, bár tudtuk, hogy ugye nagyon nehéz lesz Barcelonában nyerni, de azért jöttünk, hogy megnehezítsük a dolgukat. Úgy gondolom, hogy az első fél időben nagyon sokat hibáztunk, és egy olyan előnyt adtunk neki, amit nem tudtunk már a másik fél időben visszahozni, annak ellenére, hogy sokkal jobban játszottunk már a másik részben. Talán rosszabb volt az, ahogy kezdtük a meccset, többek közt az én játékom is, nagyon nem vagyok vele megelégedve, sokkal pontosabban kell egy ilyen csapat ellen lőnöm, vagy lőnünk. Ezt mindenféleképpen ki kell javítani, de amit te is említettél, hogy utána küzdöttünk, mentünk az eredmény után, nem adtuk fel. Ez az egy pozitívum van ebben a mérkőzésben. Csinálunk ettől, van még két nagyon fontos mérkőzésünk a csoportban. Tegyünk hozzá egy olyan pozitívumot is, hogy a Barcelona 9 percig nem tudott nektek gólt lőni a második játék részben. Ez majd, hogy nem azt mondom, hogy egyedi a Barcelonával szemben. Ez mutatja a csapat erejét. Hát igen, valóban az ilyen dolgokért sajnálatos a buta hibák, amiket elkövettünk. De tényleg ebből tudunk építkezni, mert tehát most nem szabad összeesnünk. Csinálni kell tovább a dolgunkat. Természetesen nyerni jöttünk, esélyünk is volt, de ahhoz, hogy a Barcelona otthonában győzni tudjunk, a legjobb formánkat kellett volna mutatni. Nekünk ez ma csak 50 percig sikerült. El is hangzott most a mérkőzés után az öltözőbe, hogy a másik fél idő elér kár, ugyanis ott volt egy pár gyorsan előtt labdánk, amiből ugye gyors lerohanásokat kaptunk, és ott nem tudtunk közelebb jönni, és ez felőrült minket, aztán a mérkőzés további részében, hogy futottunk az eredmény után. Várdár ellen egy sorsfordító mérkőzés jön, ha azt a meccset nyeritek, akkor a folytatásban kedvezőbb helyzetben vagytok majd az egyenes kieséses szakaszban. Igen, abszolút. Ugye holnap utazunk haza, kedden játszunk egy mérkőzést, ott már kicsit fejben már ott kell lennünk a vasárnapi rangadón, mert tényleg tehát ezért dolgozunk, hogy most még jelen pillanatban olyan helyzetben vagyunk, hogy minél előrébb tudunk jutni, előkelő helyen tudunk tovább menni a csoportba, és ez nagyon fontos. Mindenképpen sorsdöntő mérkőzés következik vasárnap. Mindenképp azon leszünk, hogy hazai pályán megverjük őket. Biztos, hogy nagyon kemény mérkőzés lesz, hogy ők is, nekik is nagyon fontosak lennének a pontok, hogyha meg akarnák esetleg minket előzni, mi azon leszünk, hogy ez ne sikerüljön neki. Talán a legfontosabb csoportmeccsünk következik a Bajnokok Ligájában. A legjobb 4 hely valamelyikét kell megszereznünk a B csoportban, és ehhez mindenképpen meg kell vernünk a Várdárt.